A Sóstói Múzeum falu fennállása óta először ad otthont március 15 ei rendezvénynek. A Skanzen idén korábban nyitja meg kapuit, ráadásul március 12-e és 15-e között négy napon át várják majd a látogatókat. A programsorozat tematikáját a Józsa András Múzeum és a Skanzen Múzeum pedagógusai közösen állították össze középpontban állnak a múzeum foglalkozások, az ismeret ártadás. Nem áll messze a múzeumfalutól és a néprajztól sem a 48-as eseményeknek a felidézése, hiszen 19. század elejéről valók az első lakóházak, Szatmár és Rétközi oldalon is, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezeket mi is bemutatjuk, és természetesen nemzeti jelképeinket is bemutatjuk a falun keresztül, hiszen 12 jelképet kereshetnek meg a mindig, akik eljöhet, eljönnek hozzánk. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyenek részt a ingyenes program, amiben garantált jeleményt is kapnak. Kincsvadászjáték minden nap lesz. Emellett kézműves gyermek és családi programok is színesítik a négy napos eseményt. Március 12-én nyílik meg a múzeumfalu, ezen a napon Baba tornától kezdve Diótrió előadásáig kerül sor izgalmas programokra. Március 13-án kiállítás megnyitó lesz, ezen kívül kisvárdai huszárbandérium lesz a vendégünk, tehát huszárbemutató, lovas huszárbemutató is lesz a területünkön. Március 14-én hétfőn élőszavas mesemondással 48-as mesék ellentenek meg a csarodai parókián. A Pásztörtő Szagyományőrző Egyesület március 15-én jön el hozzánk, és minden nap természetesen még ehhez kísérő programok is jönnek. A gasztronómia is szerepet kap a rendezvénysorozaton. A Pilvax kávéház szellemében kávékóstolásra hívják a felnőtteket, a gyerekeknek pedig korabeli édességeket is kínálnak, többek között kosut kifli készül majd a kemencékben. Március 15-én a belépés ingyenes lesz.